rendeztük meg az utolsó kosszorúcskánkat. Régi hagyománya van iskolánkban, és úgy gondoljuk, hogy mielőtt kiballagnának a gyerekek a 8. osztályból, mindenkinek legyen lehetősége a tánc tanfolyamra is, mert minden érdekes, különös szabad programot biztosítunk a gyerekeknek, ez a célunk, és úgy érezzük, hogy ez is többek között szabad programok közé tartozik, és úgy érezzük, hogy fontos a gyerekeknek megtanulni, legalábbis az alaplépéseket. Gyerkőcök milyen táncokkal ismerkedtek meg a tanfolyamon? Ilyen standard és latin-amerikai táncokat tanultak, ez 15 alkalomból állt a kurzus, és 7 táncot sikerült elsajátítaniuk. Szerintem abszolút fogékonyak, talán még fogékonyabbak, mint a felnőttek, mert a felnőttek, akik eljönnek tánciskolába, többségük egy picit tele van gátlással, és elég sok időnek el kell telleni ahhoz, relatíve sok időnek, hogy felszabadultak legyenek. Ez a gyerekben nincs meg. Eljöttem, mert táncolni szeretnék, és jól érzi magát. Mi a siker, ha élvezi a táncot, vagy ha lelépi azt, amit megtanult? Jó a kérdés. Van egy részük, aki élvezi, tehát ez szerintem függ attól is, hogy mennyire hallja meg a zenét, és mennyire tud együtt élni a zenével. Ha együtt tud élni a zenével, akkor élvezi a táncot. Ha nem tud teljesen azonosulni a zenével, akkor egy óriási sikerélmény, hogy leléptem és táncoltam. A nagy dorogi koszorúcska legújabb eleme a bál király és királynő választás volt. A gyerekeknek szavazó cédulát készítettünk, és maguk közül választhattak bál királyt, bál királynőt és udvarhölgyeket, és tánc közben adták át a szavazó cédulájukat. A bál király a szavazatok alapján idén Márkus Máté lett. Miután átvette a neki járó jogart és elfoglalta helyét, fény derült a királynő személyére is. Ünnepélyesen kihirdetem, hogy a nagy dorogi 2006 esztendei koszorúcska bál királynőjévé a nagy dorogi tánciskolások fiúk, mint királynőjünké választották Pámen Kitti! Koszorúcska hatalmas sikert aratott, méltán büszkere a polgármester, aki hagyományt szeretett teremteni a tánciskolából. Szerintem az lenne jó, ha 2 évente lenne, 7. 8. osztályos lányok, fiúk, mindegyiknek segítene, bátrabb lenne, társaságban jobban feltalálná magát, és én remélem, hogy a kollégák, a tanárok meg is keresik a lehetőségét, hogy 2 évente legyen. De már ez is nagyszerű dolog, hogy egy ilyen szép rendezvény sikerült nagy dorogon, profi módon meg volt szervezve. Nagyon nagy sikere van a mai rendezvénynek, jövőre terveznek még ilyet? Hát nemhogy jövőre, a gyerekek már azt szeretnék, hogy haladó szinten folytatódjon a tanfolyam, és ha a tanár úr is ráér, össze tudja egyeztetni a szabad idejével, akkor folytatódik. Ha nem, akkor ősszel bizonyára, mert a többi gyerek is, aki most nem jelentkezett a tanfolyamra, már alig várja, hogy mikor kezdődik a következő turnus. Tehát a tánciskola folytatódik, addig pedig minden alkalmat ki kell használni a gyakorlásra.